Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornán, ez itt a következő rész. Szép induló után szeretném tájékoztatni kedves nézőimet, hogy besötétedett, amire kiértem volna a vízpartra az autóból felvenni a folytatást, úgyhogy itt vagyok a szobámba bent, és most innen próbálok hozzátok beszélni, de szerintem megteszi. Miről is lesz szó? Hát két témát hoztam, az egyiket azt elég erősen lelőttem tegnap a Facebookon, és aki követ, az már értesülhetett róla, de benne lesz itt a címben is, úgyhogy valószínűleg most is. Vágatlan videó továbbra is, szóval lehet, hogy néha belassulok, nem lesz kivágva az a rész, amikor kicsit untatnálak titeket, vagy nem olyan folytonos a beszéd, de hát ezt így beszéltük meg. Szóval, első téma, amiről eddig nem beszéltem, vagyis beszéltem, meg már régóta dolgozunk rajta, meg a megvalósításán is. Több hónapra visszanyúlik ez a dolog, és valamilyen szinten ezek az autós tartalmak beindították ezt az egészet. Ez nem lesz más, mint itt a Nincs a Behal a csatornáján egy horgász podcast, amit csak ide szánok nektek, velünk, a többiekkel. Lesznek ebben majd komolyabb és kevésbé komoly témák, de próbáljuk majd ezt az egyensúlyt úgy elvinni, hogy a komolyabb része kerüljön majd előtérbe, mind a mellett, hogy nyilván magunkat nem fogjuk tudni meghazudtolni. Csak horgászattal kapcsolatos témák, most így mondom, aztán ki tudja, mi lesz majd belőle, vagy hová fejlődik ki ez a dolog, leginkább ez majd rajtatok múlik, meg persze rajtunk. Horgász hírek, horgászattal kapcsolatos dolgok, mindenhonnan, tehát ezt úgy kell elképzelni, Facebook csoportok, horgászportálok, Mohosztól kezdve, a minden, ahonnét jön valamilyen hír, ki mit fogott, hol, merre, melyik vízen, mit találtunk az interneten, és mi érdekelhet titeket, összefoglaljuk egy videóba, és beszélünk erről, véleményt alkotunk, politikamentesen, tehát nem lesz trash tartalom ebből a szempontból, bár manapság már azért elég divatos, hogy a politikusokat ugratni, szivatni, bár ez mindig az volt. Ez nem fog megtörténni, remélem ez így is marad. Aztán majd később tudtok hivatkozni erre a videóra, hogy láttad, ezt mondtad, de tényleg a horgászattal kapcsolatban szeretnénk csak ezt a podcast csatornát elindítani. Még dolgozok rajta, dolgozunk rajta, a megvalósításon is. Próbálnám úgy csinálni ezt az egészet, hogy a normál kereteken belül anyagilag. Tehát nem fogok most a stúdiót kibérelni ez miatt. Egyszerűen indulunk, és akkor majd utána, ha fejlődik a dolog, akkor investálok bele, szépen lassan, fokozatosan. Meg hát ehhez kelletek majd ti is, rengeteg ötletem van. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni majd, hogy itt ülünk a szobába, és akkor erről beszélünk. Lesz olyan, amikor a csónakba lesz ez az adás felvéve, lesz olyan, amikor a stégen ülve lesz ez az adás felvéve, lesz majd mikroport, lesz normális kamera. Meglátjuk, hogy hogy indulunk és hogy mire lesz szükség, vagy hogy tudjuk ezt az egészet véghez vinni úgy, hogy a minőségi normális szórakoztató tartalom mellett egy kis komolyságot is belevigyünk, olyan információkat, amik egyébként elég sokatokat érdekelnek. Először biztos, hogy mi hárman fogunk benne részt venni, Soki, én, meg Dudics. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan részek, amikor Ákos is becsatlakozik, vagy a többiek, akiket a videóban láttok. Meg hát nyilván lesz terv az is, hogy olyan helyszínekre is ellátogatok ezzel az adással, ezért egy mozgó setupot kell majd összeállítanom ebből az egészből, amivel érdekes emberekkel is tudok olyan dolgokról beszélgetni, amit titeket érdekelhet. Ez egy régi dolgom, vágyam. Régen az egyetemen én rádióztam, és a rádiózás alatt is tettünk, csináltunk ilyeneket. Az is nagyon tetszett, és most így a horgászatot összehozva ezzel az egésszel, szerintem ez egy jó irány tudna lenni. Röviden, tömören ennyi. Erről csak azért beszélek, mert már sok ember tud róla, mármint úgy értve, hogy sok olyan emberrel osztotta meg ezt a dolgot, aki részt vesz benne, és gondoltam, megtisztellek titeket azzal, hogy ti tudtok másodjára erről a dologról. Na, második téma, teszthorgász lettem. Na, aminek nagyon örülök,
És most még mielőtt ugye belekezdenék ebbe az egészbe, megelőznék pár olyan ércelődő kommentet. Na, eladta a lelkét, egyik. Akkor adhatod el a Máté botjait, kettő. Most már a sima norsókat is biztos le fogod cserélni. Nem, az a baj, hogy nem vagyok rossz indulatú ember soha senkivel, és így nem jut eszembe több. Csak az, amit ti szoktatok érkálni. Na, lényeg a lényeg az egész, hogy a Savage Gearnek leszek a teszthorgásza. Hát páran már így mosolyogtok ezen, hát mert eddig nem az voltam, Én csak szerettem az ők termékeit, és használtam is kannibál sedeket, kapcsokat, forgókat, előkéket, merítőhálót. Botol nem volt őlük, de az SG6-os széria az már volt a kezembe, egy peca alkalmával. Abszolút nem csak... Tehát nem úgy volt ez az egész, hogy azt ki akartam próbálni, hanem igazából a lehetőség adott volt rá. Egy olyan horgásznak volt már, aki előrendelésbe tudott ezt az egészet rendelni, és akkor megmutatta nekem, pecáztam vele egy alkalmat, nem is készült róla ide felvétel, se tartalom. Az egyik változatát már használtam, van neki több verziója, az egy érdekes horgászbot, de nem akarok ebbe ilyen mélységekbe belemenni. Viszont az összes többi termékkel ti is találkoztatok már itt a csatornán, leginkább a kapcsukkal, előkkel, csalikkal, wobblerekkel, kannibálsedekkel, szóval elég sok mindennel. Miről is szól ez a teszthorgászat? Próbálok egy kicsit a csapongás mellett egy vonalat vinni ebbe az egészbe. Itt nem arról van szó, hogy innestől kezdve Szenté Attila szerint minden csali szar lesz, és csak a kannibálsad a jó. Az a baj, hogy érkezett ilyen dolog, ilyen nem atrocitás ez, hanem ilyen értelmetlen agyrém sok ember fejében. Nem tudom, hogy máshol hogy működnek, de ennél a cégnél nem így működik. És hát nem hiába vállaltam ezt el, mert korábban is voltak már megkeresések. Szerették volna, hogyha féderezek, meg busázok, meg... Na, nem mondok többet, mert utána magára ismerés, abszolút nem célom az, hogy most én itt megsértsek bárkit is, de hogy értsétek, mit akarok ezzel mondani, hogy nem én leszek az a kompetens személy, aki tud beszélni arról, hogy miért jó neked azzal a pop-up-pal, előkével, előrekötött előkével, és így tovább horgászni. Mert ha nem gondolom azt, hogy én ahhoz, most bocsánat, hogy így mondom, értek valamilyen szinten, tehát tudok vele foglalkozni, akkor hogy beszéljek róla. Tudom, hogy nagyon sokan megteszik ezt, de én ebbe a sorba nem szerettem volna beállni. Viszont a Savage Gear megkeresésére, hát azonnal igent mondtam, mert az egy olyan márka, aminek a csaliával, botokkal, merítőhálókkal, szupportjával, tehát hogy minden olyan termékével lehet azonosulni egy pergető horgásznak, aki szereti ezt az egészet. Nagyon jó a csapat, nagyon jó a közösség, nagyon jók ott a vezetők, jók a programok, és hát ez igazából nem tette kérdésé azt, hogy ezt az egészet elvállaljam-e. Ez egy nagyon jó lehetőség nekem, a számotokra, mert csomó olyan terméket fogok tudni kipróbálni, amit amúgy, hát most tök őszintén mondom, nem biztos, hogy megvettem volna, mert van másból, másmilyen, nem áldozza az ember, most minek vegyek 5 fogót, vagy mit tudom én, ilyen dolgokat, de ha egyébként meg kapok, mint ahogy régen is kaptam a Bullfishingtől egyébként egy csomó dolgot, ugye az találkozhatok is a csatornán, botoktól kezdve, orsókon át mindent, azokról is ugyanúgy elmondtam a véleményemet, vagy amiket csalikat vettem saját magamnak, legyen az kejtektől kezdve az összes többi, vagy orsók, Shimano és így tovább, azokról is ugyanúgy nagyon szívesen beszéltem az irányatokba. És hát ez a teszthorgászos dolog, ez pontosan ugyanezt fogja csinálni, csak ezeket a termékeket nem kell nekem megvenni, hanem megkaphatom őket. Lesznek termékek, amik majd nálam maradnak, lesznek, amiket tényleg csak kipróbálásra, tesztelésre kapok meg, de igazából ezek a részletek, ezek engedjétek meg, hogy tartozzanak majd rám, meg a privát környezetemre. Ami rátok tartozik, hogy ez egy nagy dolog az én életembe, ez egy nagy dolog az én csatornám életébe, ez egy nagy dolog a ti
általatok követett horgász az irányomba. Szóval én ennek nagyon örülök, és nagyon szeretném, hogyha ezt a beszélgetést, vagy ezt a komment szekciót ezt ebbe az irányba terelnétek, mert itt tényleg nem arról van szó, hogy a hiteltelen információkat leszeretném tolni a torkotokon. Amúgy ezt el sem vállaltam volna, mint ahogy tudtatok már korábban is azokról, hogy miket vállaltam el, és miket nem vállaltam el, mivel tudok azonosulni, és mivel nem. A Savage Gear mellett egy másik ilyen, ha mondhatni, a pergetés mellett egy másik nagy újdonsult, hát tavaly tavasztal ismerkedtünk meg igazából ezzel a szerelemmel, ez a harcsahorgászat, letett botos harcsahorgászat, most már ezen már röhögni fognak, hogy mit beszél ez erre, de hát végül is le van téve a bot, ez a spanolós harcsahorgászat a kutyogtatás mellett, ami tökre kiegészíti a pergetés adta, hát a tilalmak adta űrt, és ez így nagyon is rendben van, már körülbelül féderezni tudnék akkor, ami tök jó lesz, hogy csali halat fogjak, spitzbot bőven elég rá, remélem. De a február végén ugye beköszönt a süllőcsuka tilalom, márciustól, már ugye február elején már a csuka is, de utána igazából minden is. És hát akkor kezd el majd kajálni a harcsa, ami tök szuper dolog, mert hát én azt szeretnék fogni. Abba a formába, ahogy azt lehet. Vagy kutyogtatva, vagy spanolós harcsorgászattal, vagy upózzal, vagy antennás verzióval. Na már ezeket is elfelejtettem, pedig ezeket mindig tudom mi a neve. Szóval stupek. Igen. Na hát, megy ezt, csak meg kellett volna vágni. Most nem lesz megvágva. Szóval abba is bele szagolhatok. Itt a többi teszthorgász által tudok menni a Gabi, Matyi, Roli. Hát most kihagyok valakit, most ebbe nem kellett volna belekezdeni, mert utána kikapok tőlük, hogy na, nem tudtad a... Szóval, a srácokkal, vagy lányokkal, ki tudja mit hoz itt a jövő, vagy kik vannak még itt teszthorgászok, nem tudom a listát teljesen, nem vagyok vele tisztában. De ez így nekem nagyon jó. Meg nektek is. Higgyétek el, mert... olyan tartalmak és olyan komolyabb hangvételű tartalmak is lesznek majd a csatornán ezáltal, amik sokatokat érdekel, és ha én elkezdem tanulni ezt a harcsahorgászatot, mint ahogy láthattátok a tavalyi évben is, akkor az nektek is tök jó lesz szerintem, legalábbis akiket érdekel, és elég sokatokat érdekel, mert ez egy mindenki számára egy ilyen, hát tudom, láttam már, hogy kell, de igazából nincs róla fogalmam, egész sokatok a nézőim közül, legalábbis az elmondásotok alapján. Úgyhogy ez mindenképpen egy közös tanulási folyamat lesz, és a videók által csomó olyan tartalmat, hülye kérdést fogok tudni a többieknek feltenni, ami szerintem nektek profit lesz. Röviden, tömören ennyi. Hát a pergetésről most már engedjétek meg, hogy így beszéljek, hogy abba azért a kezdő cipőt talán levettem. Ez nem azzal akarok mondani, hogy már itt nagy lett az arcom ezzel az egésszel, de hát azt gondolom, hogy így 4 év távlatában megtanultam horgot kötni, megtanultam halat fogni, megtanultam kapcsot, fonottat a monofillal, horgáztam jó pecásokkal. Azt gondolom, volt elég sok sikeres horgászatom is, szóval talán azt mondhatni, hogy a haladó kategóriába engedjétek meg, hogy beléptettem magamat. De hát itt ez egy élet végig, egy élet hosszig tartó tanulás, és hát egy olyan tanulási folyamat, aminek nagyon szívesen részesévé válok, mert nagyon szeretek pecázni, meg nagyon szeretek pergetni, hiába a pergetést is 4 éve kezdtem el komolyabban. Hát előtte is voltunk lent 10 évesen is villantózni, hát ki lett volna a fenekező botjával, meg ilyenek, de hát azóta sokat változott a világ. Na mindegy is. Majd ez legyen egy másik adásnak a része. Szóval erről szerettem volna veletek beszélni, ezt az örömhírt szerettem volna veletek megosztani. Remélem legalább fele annyira örültök neki, mint amennyire én örültem ennek az egésznek, ennek a megkeresésnek, és nagyon örülök, hogy olyan csapathoz sikerült tartoznom, akikkel nagyon szívesen megyek el pecázni. És hát tegnap voltak itt a srácok is, megleptek, Dudics meg Soki, aztán lent megfürdettek egy kis izével, pesgővel, mert valamilyen szinten, akárhogy is nézzük, ez egy közös siker,
és ebből tudják nagyon jól ők is, hogy vagy így, vagy úgy, de ők is tudnak profitálni. Szóval ez a csatorna életében egy nagy dolog, ez egy jó dolog, amit nélkületek nem érhettünk volna el, mert hiába szeretnénk mi tartalmat készíteni, hogyha erre ti nem vagytok kíváncsiak. Hát igazából nagy köszönettel tartozok nektek. Röviden, tömören ennyit szerettem volna. Az előző videóban található kérdések, meg a többi dolog, ami elhangzott, az majd a következő videóban. Na, kinyomom, mert most már elég volt. Sziasztok!